Eileen Denny 30 éve dolgozik onkológusként, kezelései több ezer betegnek segítettek Amerika szerte. Már rendkívül elfoglalt voltam, de nagyon sikeres. Egyedül vittem a praxist. A magas bevételek mellett félre is tudtam tenni a bankszámlámon a nehezebb időkre. Eileen számára a nehéz idők 1998-ban érkeztek meg, amikor édesapját rákkal diagnosztizálták, Hawaii-ra utazott, hogy gondot viseljen róla, valamint az édesanyjáról. Két hónappal az érkezése után édesapja elhunyt. Eileen úgy döntött, hogy Hawaii-on indítja újra onkológiai praxisát, ám csak kevés páciense volt, rezsije viszont annál több. Nem ismertem az itteni orvos közösséget, és mivel onkológust általában ajánlásra keresnek az emberek, pácienseim sem voltak. 5 éven keresztül szinte az önköltségeimet sem tudtam kitermelni. Alig bírtam a számláimat fizetni. A megtakarításaim elapadtak. Keresztényként Eileen hitt abban, hogy az anyagi nehézségek ellenére is ki kell tartania a bibliai igazságok, így a tized fizetés mellett. Engedelmeskedni akartam az igének, hogy a tized az Úré. A szívemben éreztem, hogy ezt kell tennem, hiszen a pénz, amit keresek, nem az enyém. Mindenem, ami van, mindent, amit kapok, az Istentől van. 10% nem egy nagy összeg. Az anyagi nehézségek azonban továbbra sem szűntek meg. Szorultságomban az Istenhez kiáltottam. Uram, nem tudom kifizetni a számláimat ilyen bevételek mellett. Nem sokkal azután áttörés következett. Eileent meghívták, hogy csatlakozzon a sziget orvosi köréhez. Onkológiai rendelése ma már virágzik. Nem csupán helyreálltam anyagilag, hanem még gyarapodtam is. Isten nagyon hűséges. A 60-as éveimben járok, de már sokszor megtapasztaltam Isten hűségét. Bármilyen nehézségben is voltam, mert kitartottam az ígéretei mellett.